Az elmúlt hétvégén is venezuelaiak rohamozták meg a kolumbiai üzleteket, hogy bevásárolhassanak élelmiszerekből és gyógyszerekből. Saját országukban ugyanis hiány van az alapvető fogyasztási cikkekből. A határt egy héttel korábban is megnyitották fél napra. A venezuelai elnök tavaly a kolumbiai fegyveres bandákra hivatkozva rendelt el határzárat. Újra tömegek lepték el Venezuelában a kolumbiai határt. Sokan órákat utaztak az átkelő pontokhoz, és az éjszakát is ott töltötték, hogy időben átjuthassanak. Hála Istennek átjöhetünk a határon, és feltölthetjük a készleteinket mindenből, amire a családjainknak szükségük van, mondta egy venezuelai férfi. A határt egy héttel korábban is megnyitották fél napra. A kolumbiaiak szerint akkor 35 ezer venezuelai érkezett hozzájuk. Most több mint 35 ezeren jöttek minden korosztályból, gyerekek és idősebbek. Segítünk nekik, amennyire lehet, mondta egy kolumbiai hivatalnok. Venezuelában magas az infláció és súlyos áruhiány van. A boltoknál hosszú sorok kígyóznak, a vásárlók között pedig gyakori az erőszakos tülekedés. Rendszeressé váltak a fosztogatások is. Az országot a kőolaj árának zuhanása sodorta nehéz helyzetbe. Az ellenzék szerint a kormány rossz gazdaságpolitikát folytat. Az elnök viszont külföldi összeesküvést sejt a válság hátterében.